Hazánkban először 63 évvel ezelőtt, 1954. november 27-én adományoztak kitüntetéseket a sokszoros véradóknak. A Probita díjat elsőként pedig 1988. november 27-én kaphatták meg azok a donorok, akik legalább 100-szor adtak már vért. Azokat a véradókat ünnepeljük meg a Véradók napja alkalmából, ami november 27-én van, akik nagyon sokszor nyújtották a karjukat, hogy segítsenek a beteg embertársaikon. Ezen az ünnepségen ismerjük el azokat a véradókat, akik 40-szer, vagy akár már 100-szor is megtették ezt, és emberi kötelességüknek érzik azt, hogy az önzetlen segítségnyújtásnak ezt a módját, ezt a fajtáját válasszák és gyakorolják. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből egy vásárosneményi lakos vehette át a Probita díjat idén. Kis Ferenc 16 éves kora volt a donor. Eddig 122 alkalommal összesen 549 deciliter vért adott. Egy véradással három fontos készítményt állítanak elő, így 366 ember életét mentette meg. Csak azt tudom mondani a fiataloknak, hogy egy véradás az mindig öröm, egy lélekbeli megnyugvás, és az, hogy a honfitársaimon tudok segíteni, az egy nagyon nagy elismerés számomra. Vele párhuzamosan állandóan fiatal korom óta sportolok. A vérkészítmények tárolási ideje korlátozott, ezért a Jósa András kórház számára is fontos küldetés a vérbegyűjtése. Ennek érdekében létrehoztak egy transfúziológiai osztályt, ahol évente 2800-3000 egység vérbegyűjtését végzik el a szakemberek, hangzott el a megyeházi rendezvényen. Ez egy önkéntes tevékenység, ez nem jár semmiféle ellenszolgáltatással, de az az érzés és az a szolidaritás, amit hogyha szülőként a fiataloknak példaként mutatunk, vagy pedagógusként, azt gondolom, hogy hangsúlyozva az egészségre való hatását a véradásnak, ezzel a mai fiatalok is átgondolhatják és motiváltak lehetnek. Persze a legfontosabb, és azt gondolom, hogy a legnagyobb motiváció mindig akkor jelentkezik, amikor valakit személyesen megérint a szükség. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének véradó napi ünnepségén 114 oklevelet osztottak ki a donorok között.